Adjon Isten, jó napot kívánok! Dicsértessék meg! Mit kell mondani? Hidegben? Hóban? De hát jó az a dicsértessék. Tudod, hogy nézel ki? Mint nem. A Dumb and Dumberbe az a jelenet, amikor ilyen síszemüvegben még mindenféle pufajkában mászkálgatnak Ferrariban, emlékszel? Igen, és a volt podcastjud? Nem Ferrari volt, ez egy lila Lamborghini. Lamborghini Diablo. Volt, igen. Busztus, azért nem vettük fel a hacukát, mert hogy iszonyat cidri van, szakad a hó, meg lefagy, meg jeges eső, meg hónos eső, de nem lehetne, hogy levegyem ezt az egészet, mert itt van 70 fok van körülbelül. Megengeded, nem, hogy levegyem? Nem járulok hozzá, mert akkor nem is le kell venni a kesztyűt. Ezt én ide rakom így, jó? Jó. Mikor sieltél utoljára? Nagyon régen, amúgy is snowboardozni szoktam csak. Úgy érted, hogy a síelés, gyerekkorodban érted, szoktál síelés, volt? A síelés az a probléma, hogy kettő darab léced van, és kétfelé akar menni a lábad, ez nem jó. A snowboardon össze van kötve, nincs ilyen probléma. Azt még a hülyék is meg tudják tanulni, én is. Próbáltad, hogy egyébként egy ilyen gumipókkal össze a lábadat hátul össze tanulj meg síelni. Ez egyébként rossz, nem rossz ötlet. Rendhagyó adással jelentkezünk. Egyrészt azért, mert rohadt hideg volt, másrészt azért, mert ez a jó ember, ez most annyit volt, hát nem mondom, hogy szabadságon, hanem... Nem kapasz, voltam szabadságon, nem, kikérem magamnak. Nem, annyi dolga volt, más jellegű. IRL. És igazolással... Bárányhimlős a gyerek, meg ezek. A lényeg az, hogy hát nem volt alkalma szegénykének úgy igazán alaposan belerázni magát és a híreket megnézni, de az természetesen a hírműsor nem maradhat el. Jubilálunk, tudod? 10. adás. Aztán, tizedik nem adás, tudtam. De azt tudod, mit jelent? 2 hónapja már folyamatosan megyünk, legalább 2 hónapja. Igen, ezzel a... Kicsit már a harmadikban is vagyunk benne. Ezzel a formátummal. És volt már olyan típusú hírünk, amilyen arcfestés, testfestés, és nem akartuk felhasználni egy menetben, ráadásul ez egy kicsit már pikánsabb is. Ez egy pasi csatorna, és hogyan ide az arcfestés? Hát úgy, hogy ez a csaj még jó is. Két csaj is van, ő egy picit talán, hogy is mondjam, idősebb, de érettebb. Mature content, igen. Ebben a művészetben azt tetszik leginkább, hogy nyilván mind a két, de amit majd fogok mutatni, az olyan arc és testfestés, amivel hát vagy rajzfilmszerű, vagy valami egészen fantasztikus figurákat rajzolnak maga, de nem ez lesz a lényeg. Nagyon jól tud ez a művésznő, nagyon jól tud élni azzal, hogy fekete a háttér, és különböző testrészeit feketére festi, de matt fekete, totál feketére, és nézd meg, mi lesz belőle. Eltűnik totál minden olyan, amit feketével festett, teljesen beolvad a háttérben, nyilván ügyesen a videót is úgy csinálták. Zseniális. Fantasztikus. Van egy olyan videója, amikor egy ruhaakasztót rajzol valami a melkasának a legtetejére, Jézusa. És a nyakának a végén van a ruhaakasztónak ez a kis fém. Kampója. És a teljes fejét befesti feketére, semmi nem látszik belőle, csak az, mintha ott lenne egy ruhafogas. Zseniálisan néz ki. Júj meg ez a gyomorgörcsös, ez is elég jó. Na nézzek a következőt, az egy kicsit, na az a már a pikántéri. Helyes kislány. Kicsit jaj, úgy néz ki, mint egy 80-as évekbeli rendőrségi fotó. Ezért ez már itt akár. Na, és ezek? Ilyen szuperhősöket, nem is női, hanem mindenféle szuperhősöket rak össze. Hihetetlen jól meg van csinálva. Általában a videói alatt azt szokták kommentelni, hogy nice boobs, meg igen, great tits. Igen, most, hogy oldalra fordult, így egyből kibukott. Eléggé lelkiismeretes, mondjuk úgy. Na, és ő nagyon ügyesen rá is játszik erre, tehát úgy emeli ki a kontúrvonalakat, hogy hát azért ott az a kis domborulat, az domborul. Robin. És szemből nézve úgy néz ki Robin, mintha semmi nem lenne, de igen, az a baj, hogy oldalra fordul. Az ott nagyon csecse, becse. Ügyes. Csecse. Ez a csaj nagyon ügyes szerintem. Iszonyat jó, és úgy festi, ráadásul tényleg testfestés, hogy önmagának festi, de a legtöbben ugye a direktor vagy a váltól felfelé szoktak festegetni, főleg sminkelik magukat, ez ennél jóval több. Zseniális. Tényleg az. Jaj, a gravitáció, nem kell a gravitáció. Forgatnák volna inkább a világűrbe. Jó, mi a következő? Vágás. Van még egy pikáns hírem. No. Kitaláltak olyan robotot, egyelőre Londonban, tehát ilyen angliai csóka, de hát valószínűleg biztos, hogy van valami távol-keleti alapvonzása a történetnek, olyan robotokat, amelyek szexrobotok, legalábbis ez egy jövőbeli fejlesztés, tulajdonképp szerintem még csak koncepció szintjén van, de van videó, majd nézd meg, amit azt próbálja imitálni, hogy mintha te egy celebritybe, egy igazi celebbe lennél szerelmes, és megpróbálod mondjuk Angelina Jolie-t bevinni az ágyadba. Most jogdíjat kell fizetni? Nem, pont ez benne a poén, hogy te
nyilván kifizeted ezt a jogdíjat, mert sok ezer dollárért megveszel egy olyan szexrobotot, aki úgy néz ki, mint egy celeb, és ez már túlment azon a vonalon, ez már nem a creepy, tehát már úgy nagyon hasonlít. És de nem ez a poén benne, hanem az, hogy az, aki ezt az egészet kitalálta, ugye hát a celebeknek az arca, képe, teste, hát azért mégiscsak az ő saját tulajdonuk valamelyes, mégiscsak hiába mozivászon van. Már lehet rá biztosítást kapni. Hogy ő ezért jogdíjat fizet nekik, igen komoly, 1-2 ezer dollár per eladott robot, mert hiszen robotokról van szó, tehát igen komoly összeggel kell szerintem hozzájárulni az ember szexuális együttlét irányaiban. Na nézd meg, ott az a az alsó az még egy creepy. Azt nézd meg, de ez nem. Oké, furán volt, a kacsintás nagyon fura volt, de maga az arc most már nagyon-nagyon közel tud lenni. Na, és még mindig nem mondom a lényeget, hogy ezért nagyon komoly összegeket fizetne magának az arc jogtulajdonosnak, tehát mondjuk Angelina Jolie-nak, vele példálózik pont, hogy akár eladott termékenként 1-2 ezer dollárt vagy fontot is fizetne. És hogy ezen milliókat kereshetnének a jobb celebek, de én most, ezt már én gondolom hozzá, hogy azért a celeb általában tényleg nem ilyen nagy nevű celebekről álmodozol. Azért a köznép elérhetetlen is egy Angelina Jolie, lehet, hogy annál azért jobb csajok is vannak ma már, de hát vannak B-osztályos celebek, akik azért úgy szerepelgetnek a tévében, és... Hello. Mi az a celeb? Aki attól híres, hogy lószart se csinál. Azt felveszi a tévé. De hogy azért azt el tudnám képzelni, hogy mondjuk nem tudom, ilyen mik mennek most való világ celebekkel. Meg tudja alapozni esetleg belőle a jövőjét. Igen, ez egy komoly bevételi forrás lehetne nekik. Vágás. Arc vetítés. Emlékszel arra a videóra, amit mutattunk egy pár résszel ezelőtt? Igen, amikor a pólóra meg egyébként. Ehhez hasonló, a hölgynek az arcán vannak látható marker jelek, ugye ahol két dologból áll ez össze. Tulajdonképpen nagyon hasonló technológia, mint amit te is mutattál, de ezt művészi szintre próbálják emelni. Élőben rávetít, ugye ez egyik technológia egyik fele, Intel alapokon nyugszik egyébként, figyeli a markereket, és hogy ahogy a hölgy mozgatja a fejét, száját torzul, előre-hátra hajtja, azt ő 3D-ben modellezi, ott lehet látni pont is. Láttuk is, igen. És egy másik technika pedig az arcára vetít valamit, és itt jön a művészet, hogy itt, ez zseniális volt. Ez nem? Nagyon szép, igen. Hogy nem egyszerűbb mintákat, hanem videókat vetít az arcára úgy, hogy közben az teljesen 3D kompatibilis, annak megfelelően, hogy az arc vonulata van, olyan, mintha ez egy utólag rendelt valami lenne. És ezt élőben rárajzolják, és egy művészi produkciónak tekintik. Szerintem zseniális. Zseniális, igen. És majd főleg ott, amikor kinyitja a szemét, ugye amikor be van csukva a szeme, akkor a szem héján is van a vetítés. Kinyitja a szemét, onnantól kezdve arra a fehér része már nem vetít. Zseniális. Nagyon komoly. Ezt nézd meg, ezt a piros, fekete, zöld. Jaj. És ez ugyanaz a kedves, homogén arcú lányka. Szerintem brutális jó. Én egész biztos vagyok benne, hogy hasonló technológiát hamarosan fogunk látni reklámiparban. Tehát, hogy mondjuk egy komplet utcát be tudnak úgy vetíteni. Hát most már, hogy a házfestésekben ez már ilyen. Igen. Ugyan még csak ünnepekkor szokták meg valami apropóból. Igen. Bármit oda lehet most már rakni. Vágás! A robotokról eddig volt szó, és az olyan kis szexi, azért az helyeske volt. Az ez nem az, hogy jól látom, ugye? Ettől összefostam magamat, de nagyon durván. Ezzel csak Chuck Norris merne szexelni. Amikor megnéztem ezt a videót, azon gondolkoztam, hogy ez most lehet, hogy átveri, és még mindig egy kicsit azért úgy odaraktam valahol a agyamnak a szélén, hogy ez tuti? Tehát egy enyhe zárója időzőjelben. Ez, nézd meg a méreteit. Látom, egy olyan négy ember magas. Másfél tonna és 4 méter magas, azt hiszem. Atya világ. Full robot, de majd mindjárt elindul, tehát megy, a karjait mozgatja, meg mind... És mindezt az a csóka vezetni, aki ott ül fönn a felsőtetben. Igen. Nyilván láttunk már jó sok filmet ilyet. Tehát amiben... ez gyakorlatilag egy exoskeleton. Igen. De azért ez ilyet bekopogtatna a piacon, mondjuk így. Jó napot kívánok, kérek szépen 2 kiló almát. És ha nézd meg a másik fülön, a következőn, azon pedig az látszik, hogy beszáll a csóka ebbe a felsőtestbe. És nagyjából itt kezdesz meggyőződve kezdek lenni, hogy lehet, hogy azért ez mégiscsak igaz. És tényleg így, és egy kicsit, ha beletekersz a videóba, akkor azt fogod látni, hogy mozgatja a kart. Igen. Nyilván ezeket persze meg is lehet csinálni, meg demozni, meg akár 3D-be is, de ha ez egy átverés, akkor ez egy nagyon-nagyon jó átverés. Egy dél-koreai nagynevű cégnek a ilyen projektje, ami kifejezetten ilyen jövőbeli fejlesztéseket csinálgatnak. Azt nem látom még, hogy ennek mi értelme. Tehát, hogy egy ilyen... Hát figyelj, mondjuk, hogyha ez megbízhatóan működne, és nem
a karján nem ilyen szenzorok lennének, hanem tényleg egy 3D objekt leképezés, ami egyébként a mai világban egyáltalán nem lenne egy túl durva dolog, akkor mondjuk ezt a hajóiparba becsapod. Hát igen, de maga az ember forma az, hogy van két lábam, testem, két kezem, ez egy... miért jobb, mint egy guruló valami menő, stabil... Szerintem pont azért, mert hogy a testalkatodnak megfelel, és az üzemeltetése ezáltal annyira intuitív tud lenni, tehát hogyha ott valamit megfogsz, azt is lehet, hogy egy hajó makettet összeraksz. Rakja össze rendesen. Vágás. A Honda mutatta be a CES-en, magyarok csak CES-nek mondjuk. CES az... Consumer Electronics Show, tehát az ilyen konzumer felhasználói szintű. Ja, igen, ezt mondjuk pont láttam. Ezt már biztos, hogy láttad Facebookon. Motor. Nagyon gagyi motor, de ez úgy igazi motornak tűnik már. Igen. Koncepció ugyan, de én nagyon sokat motoroztam, és engem, ahogy az autóban is zavarnak ezek a mai modernebb kütyük, az élményt másképp adja át, de hát pakker, hát ezzel nem esem el soha. Sohasem is. Hát legalábbis nagyon nehezen. Igen. Tehát forszírozik el. Ami nekem nagyon tetszik, és az igazából még csak nem, nem is az assisthez tartozik, hogy a villaszöge változik a motornak. Igen. Azt szerintem egy baromi jó találmány. Igen. Érdemes egy meredek villaszög nézni, városba. Mert ez a Honda fejlesztés úgy tűnik, hogy tényleg egy élő irányba menő fejlesztés, és nem csak egy ilyen technológiai show, hanem valami komolyat a tényleges utakra megpróbál átvinni. Nem tudom, hogy hogy oldják meg a technikai részt, nem néztem meg utána, hogy ez egy bazi nagy gyroszkóp van benne, és az hát, ott pejög, és akkor miért pejög. Nem dől el, vagy miért nem dől el, mert látszólag egy-két helyzetben annyira áll, annyira stabil a motor, hogy... Szerintem az mindenképpen kell bele. Igen, biztos, hogy van benne az valami... Az érzékelés az végül is, az már nem az egy nagyon nagy egyszerű. De ez klassz, azért az ilyen egyszerűbb, akik nem mernek nagy motorra átülni mondjuk, mert hogy nem tudom, nem ér le a lábuk, vagy... Szóval ez nagyon sokat tud segíteni abban, hogy biztonsággal érezd magadat a motoron. Igen. Az megint cifra lesz, ugye az autóknál is felmerül, hogy mennyire jó, hogy ilyen sok driving assist van benne, hogy mondjuk ezzel motorral motorozol, leadom olajcserére, kapok helyett egy másikat, és az első lámpánál pofára esek meg. Igen, fura, ezt megyel, főleg az ilyen félig önvezető Teslás ilyeneknél. Igen. Kérdeztük annak idén, ezt a Mercis is tudott, csináltunk róla egy videót, amikor ki voltunk ezen a technológiai bemutatón a Mercinél, hogy mi van akkor, amikor átül a saját autójába, vagy véletlenül egy bogár hátukból, akkor majd megszokja. Muszáj figyelni, igen. Nem, igen. Vágás. Két hírt azért csak fel is hozzácsaptál semmi a különöset, végére. Én mindösszesen annyi, hogy fanándorunk megkerülte végre szegény a honfokot, mondta, hogy már nagyon pipa, a csendes óceán az undorító, oda soha többet nem megy. Igen, de hülye, kitalálta, hogy csendes, amikor ez nem csendes. Igen, de igazából, ami nekem nagyon tetszett, az még a 93-as szintén honfok kerüléskor készült egy fotója, ahol a háttérben látszik a honfok, a hajó gyakorlatilag ilyen 45 fokba a vitorra rajta fekszik a vízen, és megkérdezték tőle, hogy hát mégis, hát hogy tudta ezt, pont ezt a pillanatot elkapni? Pillanatot? Egy hétig így hajóztam. Igen. Én nem értem ezt a csókát, nem, meg az sem. Összes többi versenytársát is, most már hetek óta vízen van, tök egyedül, most már legalább a technika lehetővé teszi, hogy viszonylag jó műholdas kapcsolatot tarts a többiekkel, meg... Igen. De ugye de az ember önszántából első... elmegy úgy, hogy ugye a honfoknál most az történt, hogy totál hátszeret kaptak, ami azt jelenti, hogy nem tudsz egyenesen menni, mert a vitorlásnak az nem felel meg, ugye akkor a bum mindig átcsapódik, és ez nagyon könnyen eltöri az árbocot, úgyhogy cicakba kell menni akkor is, hogyha hátszél van, hogyha pont hátszél van, és nagyjából 2 órát tudott menni egy irányban. Nagyjából 1/2 óra az átcugolás, és úgy, hogy a kajütben volt 6 fok, kint meg üvöltő mínusz. 2 óránként beöltözni, fölmenni, nyilván mindened állandóan, úgyis nedves, vizes, minden, és akkor ezt éjjel-nappal addig csinálni, amíg... Igen, szóval tehát, hogy ezt napokon keresztül ezt csinálni úgy, hogy nincs az, mint egy autónál, hogy jól lepihenek, szundítok egyet, addig szundítok egyet. Addig szundítok egyet, gondolj bele, hogy egy ilyen döntött hajó, tehát ez hogy néz ki ilyenkor? Hát belülre minden rekked. Gyakorlatilag hónapokig nem tudsz egy normálisat. Nagyon le a kalappa. Nagyon remélem, hogy nem lesz technikai baj. Most 8. azt hiszem, talán? Úgy emlékszem, hogy 8. és most össze is szedett megint egy újabb 100 mérföld előtt. És aki mögötte van, igen, ő valami nagy problémákkal küzdik. Igen, és aki pedig még 2-vel mögötte, nagyon sokáig ő üldözte, aki most a 10., neki már nagyon kicsi a választék, a szortiment, mert hogy már 3 vitorlát elhagyott.
Szóval az milyen kemény lehet, tényleg le kell vágnod a vitorlát, mert egyszerűen nem tudod már behúzni. Nem, megdög lesz, ráadásul már felborít az egészbe. Úgyhogy már nagyon kevés maradt neki. Vágás! Könnyűvel zárjuk már, lesz annyira... Hát, ezzel a kopasz bácsival? Majdnem azt mondtam, hogy gicses, mert bizonyos szempontból ezek hát, a kis üvegbígyó gicsesek, de ha tudod, hogy mi van mögötte technika, technológia, akkor más szemmel nézel rá, igen, nem? Szóval találtam egy ilyen kopi csávót, aki Kalifornia, ja, az igazából mindegy. A szilikát a lényeg. A Silicon Valley. Silicon Valley. Nem erre gondoltunk most kivételesen. Üvegből készít ilyen szoborokat tulajdonképpen, és ennek az a különbsége, nagyon sokan foglalkoznak ilyesmivel, de ő csak hidegen munkál meg minden üvegtárgyat, és ez nagyon-nagyon durván néz ki. Kukoljátok meg, hát tele van ilyen mini prizmával, ami úgy készül, hogy felszeleteli, kis manuálisan felszeleteli ilyen gyémánt, vízütéses gyémánt lappal az üveget, és utána összelaminálja. De milyen üveges? Sörös üveges? Honnan hát, szerez ekkora tömböt? Gondolom, hogy igen. Valaki csinál neki. Igen. Belölgeti, felszeltelgeti, fölpolírozza, összelaminálja, újra felszeltelgeti, ezt addig csinálja, amíg olyan pici alkotóelemeket tud belőle csinálni, amik önmagukban ilyen kis mikroprizmák tudnak lenni, és a legjobb alkotásai azok, nekem meg nem is azok tetszenek a legjobban, ami végül ezek a kialakított kis mikroblokkok valami nagyobb blokknak a közepéből belekerülnek, ami teljesen átlátszó, és így nem érted, hogy most akkor mit is nézek? Igen, fura, hogy megfogod, és magát a modellt nézed, ami az alakja az egésznek, igen. De közben abban a pillanatban, hogy megmozdítod, már belül teljesen más dolgok jönnek elő. Ki. Igen, na itt a kis szerszám. Igen. Nagyon vicces, hogy ez csak hidegen. Persze simogassad a lapot, hülye gyerek. Hát, megnézte, hogy jó emlék, tudod, azt hiszek, akkor már jó. Hát remélem, hogy nektek is ez tetszik. Nagyon. Nekem ez valamiért bejön. Nézzétek meg ezeket a videókat, ne csak ezeket a pici szemelvényeket, amiket most megmutattunk, hanem a leírásban ott van az összes videónak a linkje, és nézegessétek, mert egészen fantasztikusak. Mint mi. Úgyhogy további... Kicsomagoltunk. Ja, igen, tényleg. Jó viccesek voltunk. Haha, nem, hogy ezzel a barnával. Na, ez volt benne. Lett egy ilyen kis proppolcunk. Igen. Egyszer majd csinálunk róla valami bemutatót, hogy mégis mik ezek a vacakok rajta, mert itt... Ha elérjük a 10 000 lájkot, akkor megcsináljuk. Ennyi legyen. Hány lájknál csináljuk meg? 100-nál? 2-nél, mert így is megcsináljuk. Hülye vagy, egyveszte vagy most... másik én. Csak nem most. Mert hogy így gyakorlatilag minden tárgynak története van, itt nem, nincsen olyan, amit most így találtunk, és illetve maximum olyan, ami nem a mi történetünk. De nagyon kevés. A legtöbbnek az vagy miénk, vagy közvetlen barátunknak valami története van hozzá. És mit akartunk még elmondani? Ja, hogy a csengőcskét. Nyomjatok meg, iratkozzatok fel, nyomják meg a csengőt, és akkor látjátok egyből, hogyha és jövünk. És hívjatok még egy embert. Ja, ez majd 2018-ban. Szasztok! Egy hét múlva jövünk. Hipergyönyörű rajongóinknak minden jót kívánunk. Csá! Hello. Sziasztok! Az egyik cimborámnak egy kosárba vásárolt miért bogara. Miért jobb az én fejem, de sokkal, mint a hát tiéd? Mert sokkal több ez ész benne, hát miért lenne nagyobb? Alapítottunk egy céget, házi gyártmányú erősítőket használtunk, hogy nagyon szóljon a zene. Nem volt hűtőborda, úgyhogy alumínium ilyen karnisra szereltük rá. Ez lett a Karnis Audio, és csináltunk matricát, minden nagyon jól nézett ki.